Az öngyilkossági statisztikai mutatók romló tendenciát mutatnak a 10-19 éves korosztályban. A fejlődés üteme nagyon felgyorsult a gyermekeknél hormonálisan, testileg, érzelmileg egyaránt, mondta Lupák Éva klinikai szakpszichológus. Az információ áramlás és az elérhető tartalmak miatt sokkal több mindent fel kell dolgozni a gyermekeknek, de a kognitív érési folyamatok még nincsenek kifejlődve, nem tudják kezelni a feléjük áramló ingereket. 11-15 éves korban azért személyiség torzulásról még nem szoktunk beszélni, hiszen ott még folyamatosan fejlődésben van a személyiségnek a szerveződése. Arról tudunk beszélni, hogy ezekben az időszakokban rengeteg egyébként is kialakuló fejlődési krízisen mennek keresztül a gyerekek, tehát az, ami az életkorukból adódóan, amit az előbb is említettem, hogy megjelennek a különböző hormonális változások, ugye továbbtanulásnak a lehetősége, akkor itt már azért szóba kerül egy kicsit a szülőkről való leválás, az összehasonlítás a kortársakkal, tehát ezek azok a fejlődési normatív krízisek, amikkel minden serdülő alapvetően keresztül megy az élete során. Váratlan krízis folyamatok is hatással lehetnek a gyermek pszichés, mentális állapotára. A gyermekekkel kialakított bizalmi kapcsolat a tragédia megelőzésének a kulcsa. Tabuk ledöntésére is szükség van, hogy merjen beszélni a gyermek a benne lezajlódó folyamatokról. Az elsődleges közegünk az mégiscsak a család, de nyilván nagyon fontos lenne, hogy a pedagógusok, vagy azok, akik a gyerekkel érintkeznek, azért ők is nagyon sok időt töltenek a gyerekekkel, és bármikor, ha azt veszik észre, hogy esetleg megváltozott a viselkedése, jobban beszűkül, a korábban esetleg a ilyen csevegősebb, vidámabb gyerekből egyszer csak azt látjuk, hogy egy ilyen nagyon visszahúzódó, nagyon zárkózott valaki kezd kialakulni, akkor azért ezeket a jelek ezeket így érdemes figyelembe venni. A fiatalkorban elkövetett öngyilkosságok általában egymásra épülő folyamatok tragikus kifejlődése. Ha egy gyermek biztonságban érzi magát, és alapvetően megvan az a közege, amelyben ő boldog és kiegyensúlyozott, egy-egy külső negatív törés nem fogja kizökkenteni a harmonikus állapotából. Ha azonban sok minden rakódik le a lelkében, amelyet képtelen feldolgozni, mindenképpen segítségre van szüksége, hogy ne érezze magát egyedül a problémák nyomása alatt. A jövő nemzedékének a reménység alapját kellene jelenteni, az ő stabilitásuk nem csak családi, de társadalmi feladat is.